A Nádorvárosi Iskola kisdiákjai készültek ünnepi műsorral a vasárnapi Széchenyi téri gyertyagyújtásra, ahová Kocsis Rozi, a Vaskakas Bábszínház igazgatója hozta el a gyerekek üzenetét. A Mikulás nagykönyvét hozta magával, amely a gyerekek kéréseit tartalmazta. Kedves Mikulás, szeretném, hogy mindenki boldog legyen. Köszönöm, hogy vagy, és remélem, hogy még sokáig élsz. Puszi, Bogi. Ez is egy olyan kívánság, úgy tetszik ez nekem, hogy a gyerekeknek eszébe jut, hogy a Mikulás egyedül van. A Mikulás mindenkinek visz ajándékot, de neki nem ad senki. Nagyon sok gyerek hoz rajzokat, itt van az is benn, csodálatos rajzokat. Nem tudom megmutatni, csak azért hoztam el, hogy így higgyék el nekem, hogy nem csak így kitalálom, hanem ezt tényleg a gyerekek rajzolják hozzá, készítenek kis kézműves ezt, azt, rajzokat, verseket. Az egyik kislány azt írt, hogy kedves Mikulás, te olyan vagy, mint egy meleg téli kesztyű. Tehát még a metaforákhoz, még a szimbólumhoz is jobban értenek, mint mi felnőttek. Aztán vannak szomorúbb kívánságok is. Kedves Mikulás, remélem, hogy ez a mostani karácsony mindenkinek csodálatos lesz, nem úgy, mint a tavalyi. Az üzenetek között voltak örömteliek és szomorúak, de a direktor szerint fontos, hogy megtaláljuk az ünnepi rohanásban a gyermeki csodát. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek nem csak ezekre az ajándékokra, a dínóra van szükségük, hanem arra, hogy ne tartsanak demagógnak, ők üzenik, nem én találtam ki, hanem hogy együtt legyünk velük. Ándon szalad, nekünk rövid a 4 hét felnőtteknek. Szaladgálunk, vásárolunk, tülekedünk, takarítunk, diszítünk, megint vásárolunk, megint tülekedünk, sütünk, főzünk, és a gyerek csak láb alatt van, és nem mindig nyilván lassabban megy a dolog, hogyha ő is segít, nem mindig áldozunk erre időt. Én csak azt szeretném kérni, ahogy ők is kérik, hogy legyen mindenki boldog, ne úgy, mint tavaly, ha tavaly nem sikerült annyira, hogy néha bújjunk be egy meleg takaró alá forró csokival, meséljünk nekik, énekeljünk együtt. Higgyék el, én tudom, az ovisok is, meg az iskolások is olyan klassz dalocskákat tanulnak, adventi énekeket, karácsonyi dalokat, és olyan büszkék lesznek magukra, ha ők énekelhetnek a családnak. Wagner Tamás református lelkész pedig az Úr üzenetét hozta el. A mi életünkben sem magától gyullad ki a fény, és nem világít hiába. Ha követjük őt, megtapasztaljuk ennek a valóságát. A gyönyörködésen túl Istennek a békességét, azt, hogy átölel bennünket, azt, hogy velünk van, azt, hogy nem hagy egyedül életünk egyetlen pillanatára sem, hanem új és teljes élettel ajándékoz meg. Tiéd lehet az élet világossága. Hitáltal tudjuk ezt elfogadni, és így válik valósággá a fény az életünkben, Isten jelenléte. Isten nagy ajándéka az, hogy őt meg is szólíthatjuk, ezt el is mondhatjuk neki. Ez az imádság. Ezt követően az óriás adventi koszorú első gyertyája gyúlt fel a lelkész érintésére, melyet hagyományosan a híd gyertyájának is szoktak nevezni.